Pavlik Gábor a testnevelési egyetem professzora, több mint 20 évig volt a férfi vízilabda válogatott orvosa, vagy talán még annál is több. Az idő múlása azonban csöppet sem látszik rajta. Kedden és csütörtökön 1:30-2:00 szoktunk kosárlabdázni a tanártársaimmal. Rám néznek, látják, hogy nem vagyok egy igazán kosárlabdázó alkat, de hát mondjuk nem is igazán az eredményre megyünk. Meg kell mondjam, hogy akik játszunk, annak már a nagyobb hányada ingyen utazik a metrón, tehát voltak éppen egy ilyen jó, joviális mozgás, de nagyon komolyan vesszük, számoljuk az eredményt, és ha valakinek aznap nem megy a dobás, vagy nem megy a játék, hát kicsit morózusan távozik, de ez azért lelket ad és lelket tart bennünk. 1982-ben kaptam azt a felkérést, hogy már mint sportorvos és uszodai ember, hát a vízilabda válogatotthoz menjek oda. Évközben nem mertem elvállalni, mert egy folyamatban belépni évközben nagyon nehéz, de amikor az ismételt kérés jött, és ebbe bevallom, hogy Bodnár András barátom, akivel az OSC-ben együtt játszottam, és kollégám, ugye sebész volt az egyik fő hangadó, hát akkor természetesen megdobbant a szívem, és igen boldogan tértem vissza 1983. január 1-jével. Magamat ilyen furcsa pozícióban, hogy kezemben a papírral, a tollal fölállok, ordítok, majd visszaülök és gyorsan írok, és hozzá kell tennem, hogy mondjuk a statisztika vezetése az érzelmi túltengés lecsillapításában sokat segít is. Tehát ameddig nem írtam a statisztikát, ordítgattam. A kézilabda kispadon, mint az őrült ordítottam. A vízilabdában már, ahogy a statisztikát írtam, volt egy dolog, ami lekötött, és már mondjuk nem vettem részt a hangos ordítozásban, ami jó is, mert nem kell, ha egy kispadó hisztéria legyen. Sempre la labile! Nehéz helyzetben vagyok, mert egy optimista és örülős típusú ember vagyok, tehát én nekem ez a 26 év, ez úgy, ahogy van, csodálatos. Még akkor is, hogyha az első időszak nem hozta azokat az eredményeket, amelyeket a magyar vízilabda, és így aztán én is vártam volna, ugye a 76-os siker után, hát jöttek az ötödik helyek, jöttek a negyedik helyek, jöttek a, hát volt kilencedik is, és én mondjuk akkor azért azt élveztem, hogy akkor tanultam bele a csapatorvoslásba, és hát nem örültem az eredménynek, de azért a válogatott melletti munka lekötött, és szerettem csinálni. A szőri olimpia, mint első olimpiám, egy hatalmas élmény volt. Nem akarok senkit megbántani az előző kapitányok között, mert velük is nagyon jól dolgoztam, és nagyon szeretem őket máig is. Én azt hiszem, hogy azért a Dénes a legcéltudatosabb, és a leginkább olyan, aki az elvégzett munkában hisz, amely nem csak fizikai, hanem szellemi munka is. Ne menjek messzebb a statisztika. Na most ez csak egy vetülete. De ebbe benne van a végzett munka fizikailag, az alapozó időszak munkája, a fizikai terhelés munkája, benne van az éves program felépítése, benne van a játékosok kezelése, és benne van az a temérdek, videó és videóanalízis, a megalapozott munka, amely, mondom, az edzői tevékenység sok-sok vetülete benne van. Szerintem ez hozzájárult ahhoz, ami azt a különbséget tette. No, és persze a játékosok is kellettek hozzá, akikkel Pavlik doktornak különlegesen jó kapcsolata volt, és kedves emlékekből is akad jó néhány. Valamikor ugye, mint komoly zene őrült, beszoktam menni a lemezboltba, amit a játékosok úgy ismertek, hogy doktor mész a gyöngyszemészhez, mert gyöngyszemeket keresek a lemezboltba, és akkor emlékszem, hogy hát találtam Yehudi Menuhinnal egy olyan lemezt, ami Bach 6 brandenburgi versenyét játszott, máig is őrzöm, máig is egy kedves lemezem, és hát egész egyszerűen kérdezték a fiúk, na, doktor, találtál gyöngyszemet? És mondtam, hogy igen, Bach 6 brandenburgi verseny, és akkor a Kuna Péter megkérdezte, és ki nyerte.
az a helyzet, hogy egyszer mindennek vége. Volt olyan esemény, ami egy kicsit úgy kijózanított. 2006-ban egy retina leválásom volt. Ha valakinek megoperálják a szemét, akkor úgy nehezebben emeli a 30 kilót, és egyszerűen azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye 60 év fölött már ilyen jelek jönnek. 2004-2005-ben volt, hogy a csípőm kezdett egy kicsit fájni, aztán jobb lett, de azért, hogy jöttek ezek a jelek. És azért valljuk be, az orvos táskája az nehéz. Tehát nehéz a bőrönd, mert a fele gyógyszer, és nem kérhetem meg a játékost, te hozd utánam. Bár azért őszinte vagyok, megmondom, hogy az aténi olimpiai aranyérem után, az aranyérem után úgy megfordult a fejembe, hogy jó, de meddig még? És akkor emlékszem, Gábor Tóni barátommal beszéltünk a repülőn, és úgy megkérdeztem, hogy te Tóni, hát most azért te se vagy már mai gyerek, úgy meddig és hogyan gondolod? Azt mondta, Pekingbe még elmegyünk, nekem akkor ez egy olyan mondat volt, Pekingbe elmegyünk, rendben van. És akkor, de Peking felé haladva úgy jött ez a gondolat, hogy hát bármilyen fájó szívvel, de az, hogy az embert esetleg ott érje az, hogy fizikailag, szellemileg nem tud maximumot nyújtani, azt nehezen lehet elviselni a világ legjobb csapatánál. A helyzet az, hogy Londont én tévén néztem. Sokan kérdezték, hogy most hogy nem mész ki, hát biztos, mint sportorvos társaság elnöke, vagy egyetemi tanár, vagy mit. 6 olimpián voltam, 6 olimpián benne a sűrűben. Én nekem nem volt kedvem most kuncsorogni egy kiküldetésért, hogy hotelba lakva kérek jegyet, stb. Annál többet ért, mert a 6 olimpiát végig kicsit úgy irigyeltem azokat, akik tévén így végignézik az egészet, hogy mondom, na most végig, most tévén, szabadságot úgy állítottuk be, hogy az a 2 hét az otthon és kész. Tehát egyszerűen élveztem, és tényleg élveztem is. Hála Istennek London szép eredményeket hozott. Hát a vízilabda az most erre, mit mondjak, bármely más csapatsportág irigyelni, jó kézilabda 4. volt, de mondjuk azért hosszú távon bármely más csapat irigyelni, hogyha csak 5. az a csapat. Ha a vízilabdára azt mondjuk az esetében, hogy örök szerelem, akkor ugyanez elmondható a komoly zenére is, amely mindig a béke szigetét jelentette a számára. Sőt, saját estjei egyre népszerűbbek lettek az évek folyamán. Őszintén szólva, a szüleim szerették a zenét, de nem lett belőlük mondjuk olyan zene őrült, mint én. A zene tiszteletét ismertem meg én inkább otthon, és ami szubjektíven nagyon érintett, nagyon sok-sok kortársam van, aki hasonlóan járt, annak a korszaknak a legendás olasz opera filmjei, a Troubadour, a Rigoletto, a Bajadzók, aztán a Traviata később, majd már színes filmként jelent meg az Aida, de ezeknek a milliője, a hangulata érdekes, hogy mint gyermeket is megfogott. És hogy miként zajlik a közel 200 előadásnál járó sorozata? Általában úgy van, hogy én bemutatom a szereplőket, például Portis Lajost, vagy ugye akárkit, aki szerepel, és utána bemutatom azt a számot, amit hallani fognak. Az a helyzet, hogyha az ember fantáziáját elengedi, akkor minden mérkőzésnek megvan a maga dramaturgiája. Tehát mondjuk lehet így párhuzamokat találni, lehet találni párhuzamokat azzal, hogy mind a kettőben harmónia, élmény alakul ki, de hát voltak éppen, amíg az egyik egy előre megkomponált mű, addig a másikat a pillanat hozza, hogy hogyan alakul.